hátra. Hihetetlenül idegesen kezd a BVSC. Kis Csaba a kis sérülése ellenére vállalta a játékot, ő teszi most tovább, de hát tudták a Ferencvárosnál, hogy elmegy 2-0 arányban a BVSC összesítésben, az nehéz lenne, mind a két csapat belead apait, anyait. Közben egy apró szabálytalanság, Matajs, ezért dobhat Szécsi szabad dobást. Petik, és vizsgára teszi Kózt, aki holnap olimpiai esküt mond a Vígszínházban, ma azonban egyelőre még itt véd, remekül. Mind a két kapus nagyszerű teljesítményt nyújtott a döntő első mérkőzésén. Dávidot gyötrik meg egy kicsit a víz alatt, Tiba az egykori BVSC és volt csapata ellen játszik. Petik lóba, de hát ő most már onnan nem lövi el. Kósz lép ki, és az utolsó pillanatban kiállítás Mertzről, ezúttal Fogelt küldik ki. 2-2 a kiállítások aránya, a vasutas azonban kihagyta az első előnyét. Német. Kulcsfontosságú most ez az ember előny a vendégcsapat szempontjából, Német. Dala vissza, Petik, Németh Zsolt, vissza Dalának, és bele a blokkba újból. Jöhet a kiállított játékos, kimehetnek most már szorosra. A második ember előtt is kihagyja a BVSZT. Petik, egyelőre, ez már bent van. Azt akartam mondani, nagyon idegesek a vasutasok. Dávid azonban szép gólt lő, nem vigyáznak rá egy pillanatra. És ez elég, hogy akciógólból szépítsen a BVSC. Kósz nem ér vissza a sarokra. Dávidnak ez az ötödik gólja a rájátszásban, és a második a bajnoki döntőben. 2 perc, 3 másodperc van hátra az első negyedből. És ezzel a góllal Gerendás György csapata visszakapaszkodott egy picit, két kihagyott emberelőnyös helyzet után. Takács a labdával, ezt kapja. Matajs bent centerben, sok mozgással próbál valamit kialakítani a Ferencváros. Kis keményen fogják, de egyelőre még szabályosan mutatja a játékvezető. Ha nem mondtam volna, megismétlem, és elmondom, Juhász és Császár a két játékvezető. Hesz, 10 másodperc támadó idő, rövidesen valakinek vállalkozni kell. Hesz egy emberen áthúzza magát, és belelövi a blokkba. Másfél perccel a negyed vége előtt egyenlítési lehetősége van a BVSZT-nek. Szécsi kapja vissza, ezt nem tiltják a szabályok. Németh Zsolt. Minden esetre most látható, hogy a magyar modern vízilabdában milyen pillanatok alatt el tud olvadni esetleg egy előny. Németh Zsolt. Két ember is, és egy váltás, Székely vált be. Kis mellett ő a második legeredményesebb a bajnoki rájátszásban a Ferencvárosban, és Székely viheti tovább. Megpróbál Dala finoman ráúszni a lábára, hogy csökkentse a tempót. Székely, és elütik előle. Le kellett volna adni a labdát. Az előbb elmaradt a vasutas egyenlítés, most megint megvan rá a lehetőségük. Dala száguld végig. Két ember középen, Németh elviszi az embert, kapáslövés, Tóth Frank kiejti a kezéből. Hiszen 5 másodperc támadóidő, 26-60 hátra a negyedből. Szabálytalankodik centerben Ibolya. Valamivel kevesebb, mint egy támadásnyi ideje van még a Ferencvárosnak. Kis nem vállalkozik felelőtlen kalandba, és persze azért a kezére is, ami le van ragasztva, vigyáznia kell. Hesz Máté, pont szemben támad a Ferencváros az órával, láthatják tehát az időt, és mellé durrantott a Matajsz, óriási labdát kapott, 15 van, ezt kiabálta, amikor utoljára látta az órát, még ennyi volt Szécsi Zoltán. Bomba nagy helyzet, most már csak 10 van hátra. Tóth Frank végigúszni nem lehet, a labdát azért megszerzi. Fölnéz, hogy mennyi idő van hátra, és nem végzi el a szabaddobást, nem dobta föl a labdát. 4 másodperc,
Matajsz, egy ívelés, ez gyönge. És ez a záróra az első negyedben, ahol nagyon pörögtek az események. És láthattunk három gólt. Vad Lajos, a Ferencváros szakvezetője. Tehát három győzelemig a bajnoki döntő, akár csak egy évvel ezelőtt az idén is a VVSC és a Ferencváros a vízilabda bajnokság döntőjében. Tavaly azonban a VVSC célba, úgyhogy akkor az első meccsen 8 hétre a Ferencváros nyert, aztán 7-6 a Vasutasoknak, 8-7 és 10-8 iszonyatosan szoros mérkőzések voltak. Most nincs sok gól, de a küzdelem hevességét azért lehet érzékeltetni. A képek visszaadják ezt. Bár egyelőre még Gerendás György önmagához képest nyugodt, Ambrus Tamás úgy szintén, és a játékosok is. Csak hallgatják, hogy mit mond a mester. Az otthon, a hazai medence vize. Először úgy volt, hogy bemegy majd a Hajós Alfréd uszodába a vízilabda döntő, tehát a nyitodba játsszák, aztán megszavazták végül. És a kedves nézőktől csak annyiban kérek elnézést, hogyha időnként valaki elhúz egy kamera előtt, az azért van, mert hát a kameraállásaink nem a legjobbak, és összesen három kamerával tudunk dolgozni. Úgyhogy ezt azért köszönettel vesszük már, mint a megértést. A játékvezető dobja be ráúszásnál a labdát, miután a Ferencvárosnál a Népligetben nincs kosár középütt, tehát majd Juhász játékvezető ejti be itt a hozzánk közelebb eső oldalon a labdát az utolsó pillanatban. Két emberelőnyös gól a Ferencváros részéről, egy akciógól a Vasutasoknál. Lesz ez még több is, ebben biztos vagyok. 1-1 volt a két csapat első mérkőzése után, az első negyedet követően az állás, tehát ott is később indult be a gólgyártás. Mi 2-1-ről folytatjuk, hazai vezetés tehát. És hogy a hullámzás ne vigye el a vizet, a játékvezető az utolsó pillanatig kivár, és eddig a bajnoki döntőben minden alkalommal a BVSC szerzi meg ráúszásnál a labdát, az első mérkőzésen 4-szer értelemszerűen ebből következik, és ma már másodszor. Ez azért egy picike kis lélektani előny. Varjas a labdával, Ibolya a centerben, Varjas lóbál, nem tudta eldönteni, mi lenne a jó megoldás, úgy gondolom felemás megoldás született, itt pedig már Kis Csaba a nagy visszatérő véheti, szabad ember, Hess tisztán, Hess belövi. Akciógólt lő a Ferencváros is, Hess 7. gólja a rájátszásban, és a 2. a döntőben. Szabadon kapja, megúszik az ellenfelétől, és belövi. Egy óriási átadás, Varjastól szabadul meg, és lövi be, és varja be a rövid felsőbe. Székely, Nyéki, Hess és Haufe volt a bajnoki döntő első mérkőzésén a 4 ferencvárosi gól szerzője. Kis megy oda. Víz alá vitt labda Tóth Franknál, megint kritikusan kezdi a BVSC a negyedet. Ugyanúgy, mint az elsőt, Székely Bulcsú a labdával. Nyéki, és ott egy szabad ember megint, és kilép ezúttal a kapuból Szécsi, és lesodorja Steinmetzről a labdát. Kiállítás, visszaúszás közben Steinmetz volt szabálytalan. A harmadik Vasutas előny, de az első kettőt kihagyták. Tóth Frank kiejti a kezéből. Németh Zsolt kapja vissza, jöhet a kiállított játékos, Dala, és megfogja Kósz. A harmadik ember előnyt is kihagyja a BVSC. Én is csak a versenybíróság zászlójelzésére hagyatkozom. Székely lép ki, mert ott maradt egy szabad ember. Ibolya megint próbál pozíciót fogni. Németh Zsolt egyelőre sem kint, sem bent, nem működik igazán.
a BVSC, tehát sem a távoli lövések, sem a center pozíció. Dala. Dala még mindig megpróbál szabadulni Székelytől. Kapufa! Dala remekül gólozta ki a lövőhelyzetet. 3-1. Is. Fogel Székely, aki vezéregyénisége a zöld-fehér együttesnek. Fogel. 15 másodperc támadó idő. Jöhet a labda, mondja Steinmetz, csak nem könnyű bejátszani, mert behúzódik elé Varjas. 5 másodperc, valakinek most el kell lőni, és egy rosszul sikerült lövési kísérlet. Marad a 3-1. Steinmetz mutatja, hogy úszna ő vissza, de nem engedi Német, a két 13-as birkózott egymással. Nem tudott megúszni a BVST, nem tudott lefordulni. Dala, Kis. Egyelőre még nincs közhang abban a precíziós szerkezetben, amelyet Gerendás György összerakott, és amelyet úgy hívnak, hogy csapatjáték. Németh Zsolt. Szép szerelés, de ellenfélhez kerül a labda. Madaras csapott le rá. Madaras, aki nagyon befutott az idei bajnoki esztendőben. Óriási védés Kósz. Fú, mit fogott meg. Megint próbára teszik Dala messziről. Két kézzel próbál védekezni valaki. Egyébként két kézzel tilos blokkolni. Akkor 4 méteres jár érte. Dala újból. 4 perc van a második negyedből. Nadrágot fogott bent középen Ibolya. Ferencvárosi szabaddobás. Nem figyel senki. Székely most megkönnyörült Szécsin, illetve Kószon visszanézett. Fakács. Nincs bent centerben senki sem. Steinmetz most próbál bemenni. Kis. Egyelőre érezhetően a sérülése miatt visszafogottabban játszik. Nem könnyű a center élete, mint látható a közeli képen. És Szécsit is próbára kell tenni, mert ugye ha nem lehet centert bejátszani, akkor muszáj ellőni messziről. Hihetetlenül feszült légkör. Ha a BVSC itt nyerni tudna, ugye akkor egy gyakorlatilag eldönthetni hazai környezetben a bajnoki címet, megszerezhetni a harmadik győzelmet. Ha Ferencváros egyenlít, akkor ugyanaz van, mint a Honvéd elleni elődöntőben, hogy fölállnak vert helyzetből. Már nincs ott a labda. Ahol 6-2-es pontszámot mondok, 6-2-es hátrányból jött föl és fordított a zöld-fehér együttes. 2 perc, 45 másodperc a mérkőzés feléig. És még mindig az idegesség miatt nem pörög igazi hőfokon sem az egyik, sem a másik csapat. Steinmetz! Aztán ő szabálytalankodik, mutatja a játékvezető, méghozzá Császár, és időt kér Gerendás György. Egy picit most 19-re, ez olyan, mint amikor lapot kér valaki, hiszen nincs kiállítás, tehát nem lesz emberelőnyös helyzetben a BVSZ, de megkíméli a csapatot attól Gerendás György, hogy a fölúszással sok időt elveszítsen. Vad Lajos is oda kéri közben az övéit, de sokáig nem tartott a szó és az eligazítás. Inkább cserélni tudott ezzel, és ez volt a lényeg Gerendás György. Tehát meg tudta keverni a kártyákat egy picit, és 4 emberét is leviszi. Itt Császár játékvezetőt láthatjuk, Tóth Frankot viszi le, Ibolyát viszi le, Németh Zsoltot viszi le, és Dala Tamást. 2 perc, 35 másodperc a negyedből hátra lévő idő. Dabrowski látható a képen, ő várja a labdát a játékvezetőtől. És most változik a helyzet, Merc van bent centerben a vasutasoknál. Petik. Merc csinál helyet, pattintott lövés, és kimegy a vonalon túlra. Miután nem ért vele Kósz, itt látható a lövés, újabb kapufa, Dala kapufája után a Ferencvárosi a labda. Kósz. Fogel, Hess, még egyel tovább Székely, Matajsz centerben.
Hát ha oldalról be lehet tenni, mert előről nagyon fogják, Nyéki. Egy pici előnyt próbál kicsikarni Kis Csaba, megállítják azonban is szabálytalanság bent, nem változik az eredmény. Hátul vannak emberek a Ferencvárosnál, tehát egyelőre nincs előny, de lehet belőle. Bizony, hogy lehet. A szélső pozíciót föladják, oda Fogel visszaér. Madaras most már is oda az ember fúr. Dabrowski. Matajsz vele szemben. Dabrowski. Egy de szép gólt lőtt, mert adta mindenét. Egy pillanat alatt a vízről fölkapja a labdát, és ugyan reklamál Székely, hogy mert ellökte magától, és ebben van is valami itt a kép tanúsága szerint, de a gól szép. 3-2 ezzel. Egyfajta csata ez abban az értelemben is, hogy nem csak egymás eszén kell túljárni a játékosoknak, hanem egy picit a játékvezetőkén is. Másfél perc a negyedből hátra lévő idő. Ez a labdával. Székely. Balogh csatázott a labdáért, nagy a birkózás bent, ezért is veszélyes betenni, ott a sűrűben könnyű elveszíteni a labdát. Kist próbálják kihozni a sodrából, Matajsz próbál levegőt venni. Székely csak ijesztgetett, de nem lőtt Kisnek, megcsinálják a lövőhelyzetet, kapufát lő a Ferencváros is. Megint egyenlítési lehetősége van a Vasutasnak, 3-2 ellene pillanatban. Nyéki igyekszik vissza a hosszú oldalon, ott van tisztán Merz. Itt a röviden, itt van Dávid, aztán itt van Petik, és Klósz megfogja. Ismét elszaladja az egyenlítés lehetőségét a Vasutas. Klósz óriásit véd. Ez közben a labdával az utolsó percen belül a második negyedben. Kist keresik a többiek. Matajsz birkózik Dabrowskival, nem könnyű feladat, Dabrowski kőkemény. 10 másodperc, kinéznek az órára, kivállalja a lövést. 3 másodperc, 2, Hess lövi el, hasba találja, és ez nem a legjobb. Szécsit, ha valami felső sarkot lő, esetleg ki kell ütni a kapusnak, és maradhatott volna Ferencvárosnál a labda. 9 másodperc, 8 másodperc. De nem látják az órát a BVSZ-ések. 4, 3, 2, 1, lőni kell, ellövik. És kérem szépen, 3, 2, 1, egyre végződött ez a negyed, és a reklám után innen folytatjuk. Toyota a magyar vízilabdasport kiemelt támogatója. Hogy holnap szakácsot vesz fel. Mi a manó? A Kenóval minden este önre mosolyoghat a szerencse. A 400 milliós teli találat pedig egy csapásra megváltoztatja az életét. Talán már holnaptól. Ez a Kenó a 7-6 napján. Vissza a vízilabda bajnoki döntő második felvonásához. 3-2, 2-1 volt az első negyed után, és ugye egy-egyre végződött a második 7 perc. Sokkal kiegyensúlyozottabb a mérkőzés, nagyobb a csata, mint az első találkozón volt, ahol 5-3 után a BVSC meg tudott lépni, és leszakította a
Ferencvárost, az őt üldöző Ferencvárost. Most mondanám azt, de azért ez nem fedni teljesen az igazságot, hogy elég sok hibával játszik a két csapat. Inkább azt mondom, hogy nagy a feszültség, nagy az izgalom, mind a két csapat tudja, hogy egy bajnoki döntőben, ha hagyja az egyik, hogy a 2-0-ra elmenjen a másik, hát az borzasztó. A másik csapat pedig tudja, hogyha 11-4 után talpra áll és nyerni tud, akkor ott valóban megint minden lehet. A BVSC szokás szerint, menetrend szerint, vasutasokról van szó, elhozza a labdát, és ezzel megint ott az egyenlítés lehetősége. Fülöp megy előre a labdával. Peti kapja, mert az aktívabb center középen nagyon szép gólt lőtt ebből a pozícióból. Kósz újabb próba, és egy újabb kapufa, ha jól számolom, már a harmadik, amelyet a vasutas lőtt. Székely tanári módon körülnéz, szépen kiemelte a fejét, hogy hol vannak a többiek, csak aztán lenyomta a víz alá madaras, ne kukucskáljon. Balog. És egy érdekes ítélet, mert megszabadult az őrzőjétől Steinmetz, mégis aztán ellene fújnak szabaddobást, persze lehet azért a dologban valami. Itt pedig madaras megy, Székely mellette meg tudja állítani. Merc. Megint az egyenlítés lehetősége. Dabrowski. De vajon benne marad-e a gól a kezekben? Vagy valaki betalál a kapuba? 10 másodperc támadóidő, és most már nem lehet meglepni Kósz Zoltán. Abban a pillanatban, ahogy jött a labda befelé, már jött is ki a lábtempóval. Már tornyosult. Nincs tehát egyenlítés. Haufe van a vízben, junior Európa bajnokunk. A ferencvárosi oldalon. Székely. Kis ilyen eladja. Hú, micsoda labda továbbítás volt ez. Balog, 5 másodperc, ejtés, könnyedén, elegánsan Szécsi. Most a Ferencváros játékában is holtpont van, nincs befejező ember, nincs vállalkozó ember. Fülöp hozza föl a labdát. És lövő helyzetben is van. El is vállalja. Már úgy ért hozzá Kósz Zoltán hátához, hogy kintről jött vissza a labda. Mind a két csapat sietette a befejezést, Haufe a labdával. Szabad emberek a másik oldalon, két szabad ember is, és Haufe ellen fújnak. Ez egy érdekes ítélet most már másodszor, hogy amikor emberelőnyben van a Ferencváros, akkor a játékvezető valami szabálytalanságot lát. 4-45 van hátra. Fülöp. Ezzel együtt nagyon békés hangulatú és sportszerű a bajnoki döntő, ezt rögtön hozzáteszem. Dabrowski. Még 10 fölött az óra, akkor nem lövik el. Mercet próbálják megjátszani, Balogh szerel szépen. Tiba Péter. Kiállítás most a BVSZT-nél. Dabrowskit küldik ki. És most Vad Lajos kér időt, hiszen egy nagyon fontos pillanathoz érkeztünk. Hiszen egy góllal vezet a csapat, most ő is tud cserélni is, taktikát változtatni is, vagy mondani is. Érdekes módja a feszültség levezetésének, egy korty, ha nem is issza meg az iszod a vizéből. Az úszók szokták ezt rajt előtt csinálni. Saját magát is persze nyugtatnia kell a szakvezetőnek. És hát persze most valami okosat mondani. 3:57 van hátra a negyedből. Gerendás Györgynél azért kezd törögni a fordulatszám. Le tudja szakítani most a BVSZ-t a Ferencváros. Hagult lő az ember előnyből. Eddig két ember forjuk volt az öldfehéreknek, és azt belőtték. Egyet Székely, egyet Balog. Tehát
mint egy ilyen bajnoki döntőn sokszor, de mégis azt kell mondjam, sorsdöntő pillanatok lehetnek. Na nézzük, mire megy az ember előnnyel a Ferencváros. Haufe teszi vissza Hess, Székelyig le, onnan jön majd vissza. Kis középen a Gulzsák, Haufe kapja, Haufe, és belőli Haufe. Kis most beljebb volt, de maradt azért így is balkezes, 4-2 Haufe góljával. A második gólja a bajnoki döntőben. Fontos gólt lőtt. Két gólra meglép megint a Ferencváros. Jó volt az időkérés, jó volt a zöld-fehérek taktikája. Petik a másik oldalon. 32-szer lőtt az első döntőbeli meccsen. A BVSC kapura 22-szer a Ferencváros, akkor 35%-kal a Vasutasok és csak 18-al a Ferencváros. Ezek a mutatók jelentősen megváltoztak a mai mérkőzésre. Petik, Németh Zsolt teszi be, mert Németh kapja vissza, Merc és Ibolya kapu közelben. Tiba próbál a labdához férzi, és Tibát kiállítják. De hát az emberelőny eddig nem jelentett jót a BVSC-nek, ez a negyedik emberelőnyös helyzetük, és eddig még egyet sem lőttek be. Kapásra mondják, Németh Zsolt, még egyel tovább, ott a kapás, és gyönyörűen jön ki Vogel. Kifejeli a labdát, tehát úgy blokkol, hogy a fejéről, tessék csak nézni, onnan, nem a keze volt, csak innen látszott az én szögemből úgy, de így is szép a mozdulat nyilvánvalóan. Merc a labdával, Németh Zsolt kiejti, jöhet a kiállított játékos, Merc, kimehetnek szorosra, most már kapufa! Merc lő kapufát! Semmi sem sikerül a BVSZT-nek. Óriási hátrány kiállításnál, hogy nem látható, hogy mennyi van még belőle hátra, de a Ferencváros hiába reklamál, ez az ő pályájuk, az ő órájuk. Tessék megcsináltatni rendesen. Székely a labdával. Onnan nem lövi el, ez nagy falat lenne Szécsivel szemben. 5 másodperc támadó idő még. Vogel, kézen a labda, 1 másodperc, és Németh. Lejár a támadó idő. Marad a 4-2. Fokozódnak az indulatok a nézőtéren és a medence szélén egyaránt. Vad Lajos kap sárgalapos figyelmeztetést. Császár játékvezetőtől ott lehet látni, miközben kikéri a labdát. 2 perc, 8 másodperc a negyedből hátra lévő idő. Petik, Merc, újabb kapufa, fél tucat kapufánál tart már a BVSC. Merc nagyszerűen kerül a helyzetbe, de csak egyszer tudta góllal befejezni a támadást. Brilliáns mozdulat technikailag, de mit sem ér, ha nincs eredménye. Két gólt lő a BVSC. Lassan a harmadik negyednek is vége. Ezzel természetesen a bajnoki döntőben nem lehet meccset nyerni, mint ahogy nem tudott 4 lőtt góllal meccset nyerni a Ferencváros sem az első találkozón. Gyönyörű labdaszerzés, Madaras nagyszerűen jön ki a medencéből. Érezte az átadás irányát, és remekül elcsípte a labdát. Petik, Hess visszanéz, aztán maradt középen, Ibolya. Kapott egy kis arcmasszást, ez nem szépségpakolás volt persze. Németh, Petik, és kiállítás lesz a Ferencvárosnál is. Mercet állítják ki, kérem szépen, Mercet! Elég nagy a kavarodás, hogy most mi az ítélet. Aztán jöhetnek előre, de most a Ferencváros megpróbál megúszni, lefordulni. Merc közben kiment a kapu mögé.
csak hát meg kell várni, amíg a ferencvárosiak fölérkeznek. Az utolsó percen belül a harmadik negyedben lövőhelyzetben Matajsz, még egyel tovább, és ezt már nem lehet ellőni. A gólbíró mutatja, hogy nem volt bent, marad a 4-2. És először hagyott ki emberelőnyt a Ferencváros, ezt azért jegyezzük meg. 4-2. Petik lövőhelyzetben, még egyel tovább. Még egyszer vissza neki Kósz, könnyedén elhozza. Ilyen közel a kapuhoz nem szabad bejátszani a labdát. Kis, marad a 4-2 továbbra is. Egyetlen egy árva gólocskát hozott csak a harmadik negyed. Kis, számol a közönség, hogy tudja mennyi az idő. Oh! Micsoda visszatérés ez az összevarott ujjakkal. Hihetetlen Kis Csaba. 12 gólt lőtt a rájátszásban, nem játszott a bajnoki döntő első meccsén, ez a mai nap gólja, akármi történik majd. Óriási gól! Hihetetlen, Szécsinek így túljárni az eszén, Kis Csaba. Hát neki a 13 nem szerencsétlen szám. A bajnoki döntőben 13. gólját lövi. Fantasztikus. Tudják, hogy lőni fog, tudják, hogy kevés van hátra. Szécsi is tudja, na, hogy tudja. Ez már csak egyszer jöhet be egy napon. Ez akkora megoldás. Hát kérem szépen, hogy hol tart a magyar vízilabda, és milyen színvonalú a bajnoki döntő, az Kis Csaba gólja mutatta meg igazán, úgy gondolom. Egy játékos, aki ilyen megmer próbálni, megcsinálja, technikailag tökéletesen csinálja meg. Nem kell ragozni, én azt hiszem. Elképesztő jeleneteket láttunk. És ez pedig Haufe gólja előnyből. Én azt mondtam, hogy lehet, hogy ez lesz az egyetlen gól a negyedben. Aztán tessék. Szécsi is már rájön, hogy baj van. És mondtam, hogy kezd bepörögni, mondjuk így elegánsabban fölpörögni Gerendás György. Most tudja, hogy ha most nem változtat a csapat, nem is mondhat mást, akkor ez a meccs ez elúszott. 3 góllal vezet saját uszodájában a Ferencváros. Aha, hát jön itt a tét. Fantasztikus jelenet, fantasztikus. Tökéletes technikailag, csak ezt tudom mondani. Ha ez lejjebb jön Szécsié, ha följebb megy kapufa, se sem. Fogel, a Ferencvárosban többen nagyon jól játszanak, ő is közéjük tartozik, blokkolt, labdát szerzett, de ma valamennyi zöld-fehér játékos egyelőre erőfelül teljesít, ezért is tudnak vezetni a bajnoki címvédő BVSC-vel szemben. 96-ban a Vasas ellen, 97-ben és 98-ban úgy szintén nyerte a bajnoki címet a BVSC, tavaly pedig a Ferencváros 3-1 arányú legyőzésével. Volt, amikor gólkülönbség döntött, volt, amikor nem ennyi győzelem kellett, de hát ez már a múlt. A lényeg, a jelen, hogy nagyszerű vízilabdát látunk, kiváló csemegét, 5-2-es ferencvárosi vezetés, az utolsó negyed, és az utolsó lehetőség a BVSC-nek. Megint elhozzák a labdát. A bajnoki döntő első két mérkőzésén valamennyi alkalommal a vasutasi a labda. 8-0 ezen a téren a Ferencváros ellen, nem akármi. Németh Zsolt. Dala. Steinmetzvele szemben. Németh kapja vissza. Most megint Ibolya a center a vasutasoknál, és Ibolyáról állítják ki Fogelt. Ő meg belövi. Nem sokat totojáztak, az első kihagyott ember, első belőtt emberelőny, Ibolya Tamás, az 5. nagy-nagy lehetőség. Ibolyának pedig a 6. gólja a bajnoki döntőben. És ezzel nyílt a meccs, mondanom sem kell. Hiszen hamar, alig telt el néhány másodperc, 23 egészen pontosan, már is megvan a szépítés.
Kettő gól a különbség, és azt mondtam, hogy egy nagy meccs sok apróságból tevődik össze, mint egy mozaik kép, akkor ugye most a Ferencvárosnak fontos lenne egy gólt lőni, hogy lehűtse a BVSZ-s reményeket, mert ha ezt a támadást kihagyják, úgyis tudják a folytatást. Kis megint bent a medencében, na náhogy bent, Hesz érkezett föl Tóth Frank vele szemben, és szabálytalanság, nem tud gólt lőni a Ferencváros. A támadó időközben már persze megy, Szécsire persze senki nem figyel, hiába mondja, hogy hely, hely, hely. Letelik az első perc az utolsó negyedből. Ibolya eltolja magától az emberét. A derekánál fogva áthúzta magát a védőn. Hesz. És Tóth Frank. Figyeljen valaki a labdáért, ezt Kis megteszi. Ott a szabad ember, Székely Zicserben. Hasba lövi Szécsit. Kulcsfontosságú pillanat, és ráadásul még egy kiállítás a Ferencvárosnál. Matajsz, mi kell még ahhoz, hogy még izgalmasabb legyen a mérkőzés? Gerendás György időkérése. Hát hihetetlen. Egy Zicser, szabad ember, bent is, itt is, és Székely rossz szögből telibe találja Szécsit. Hú, de izgalmas. És most tudja Gerendás György, hogy ő nem lehet ideges, maga biztosságot kell sugároznia, azt, hogy tudja, hogy mi lesz majd, és ezt kell átültetni a játékosokra. És ha belőik ezt a port, meg kell, hogy mondjam, hát ott minden lehet akkor. Székely már a oldalvonalon kívül zseniálisan játszotta Honvéd Dominó ellen, 9 gólt lőtt, aztán eredményes volt a bajnoki döntő első mérkőzésén is, és magabiztosságot kell sugározni a Vad Lajosnak is, hogy majd megoldjátok, gyerekek, védekezni, blokkolni, nem kaphatunk gólt. Hát akkor nézzük. Szécsi, óra indul, ott a helyzet, csak lesz-e, aki vállalja, Tóth Frank. Dala tovább. Madarastól vissza, ugyanoda járatják, kétszer, háromszor, Németh Zsolt, most Tóth Franké, és Dala, jöhet a kiállított ember, Dala gól, az utolsó pillanatban, ezt már belövik, most, hogy nagyon fontos, most belövik az ember előnyt. 5-4-re zárkózik fel a BVSD. És innentől kezdve, miután 5-20 van hátra, minden nyitott. Dalog. Ez megint a kényszer a zöldfehéreken, hogy gólt kell lőniük, mert különben baj lehet. Kiállítás nincs, csak szabad dobás. Németh szerelte szabálytalanul Steinmetzet. Hesz kapja vissza a labdát, Hesz és Dala egymással szemben a nagy páros. Dalának húzott be egyet a szeme alá Hesz, amikor aztán a parton folytatódott a matek Gerendás Györggyel. El tetszene képzelni, ugye, hogy milyen lehet ez ott egymással szemben a vízben, megint a bajnoki döntőben. Hesz a labdával. Ez kapus csemege, és Németh előzékenyen tálcá hazakínálja, megpróbál lefordulni, és nem is reménytelenül a BVSZ. Tóth Frank helyzetben, Hesz mellett elmegy Dala, Hesz visszakanalazza magát valahogy, hogy Dala mégse legyen előnyben, és mennek a drága másodpercek. A labda fölhozatalával, a felúszással, már is csak 10 másodperc a támadóidőből, Németh! Megindul Székely, és kap is egy labdát. Székely előtt a labda. Úsz, úsz, mondják neki a többiek. Székely megint Zicserben. Kiállítás. Székely végig viszi, ellövi, és Sipsze után ellőtte. Gerendás György azt reklamálja, hogy Sipsze után ellövik a labdát, akkor az ellenfélnek kéne adni. És most Vad Lajos kér időt. Gerendás pedig megy reklamálni. Eldobta a labdát. Meg kell, hogy mondjam, hogy Gerendás Gyurinak igaza van. Sipsze után továbbment és ellőtte a labdát. A játékos ilyenkor el kellene venni.
Gerendásnak a szabályok szerint, kedves nézők, igaza van. Itt látható még egyszer, jelezni kell a játékosnak, önmagát is szöktetheti, hogy elvégezte a szabad dobást. Itt ez nem történik meg, és ellövi a labdát Székely, így a szabályok szerint bizony a labda a BVSC-nek járna. Gerendás György most már megbeszéli a ferencvárosiakkal. Vad Lajos is megbeszélte a csapattal, 4 perc, 9 másodperccel a vége előtt. Ferencvárosi előny. Kósz. És megint a nagy lehetőség című boríték nyílik ki. Benne van-e a nyerő tikett, a nyerő zseton? Hess. Székely. Lóba, Tiba tovább, még egyel a másik oldalra. Jöhet a kiállított, reménytelen helyzetben lövi el Kis. Az elején belőtte a fóriait a Ferencváros, most amikor nagyon fontos lenne, most nem tudja. Marad az 5-4, 3-40 a végéig, és ferencvárosi szabálytalanság Matajsz. Egyenlíthet a Vasút. Szécsi. Már nincs hangja a kiabálásra, annyiszor figyelmeztette az övéit, hogy figyeljenek rá, Dala. Eddig a Ferencvárossal szemben az egyenlítési lehetőségeket mindig elszúrta a Vasút, most is. Több mint fél tucat kapufánál tartanak, de csak 4 gólnál és 5 van a zöld-fehér oldalon. Hiba. Nagy lehetőségekkel a Vasutas tehát egyelőre nem tudott élni. Kis. Őrzi előnyét a Ferencváros, szabálytalanság bent. 3-12-vel a vége előtt a BVSC kapja a labdát. Vad Lajos nem mer szólni, mert ugye már van egy sárga lapja, egy bajnoki döntőn pedig nagy luxus lenne, ha nem ülhetne az edző. Ott a cserepadom. Kiállítás, Balog. A második hibája és a hetedik BVSC előny és az egyenlítés, ami ebben benne van. Juhász játékvezető kéri ki a labdát. Kibolyát kell megnézni. Azért ott fort a vízben középütt. Játékvezetői idő. Ez nem a csapatok terhére megy. Itt van közvetlenül közelünkben. Hát nem véletlen azért, hogy pirosodik ott az orra tövénél. De vissza fog menni, ebbe biztos vagyok. Ez egy picit ilyenkor a játékvezetőknek is szól, hogy gyerekek, valamit nem vettetek észre, máskor jobban figyeljetek. De ezen a szinten benne van a vízilabdában. Na nézzük akkor, 2-50-60 hátra. BVSC és előny, német Tóth Frank, Dala, Madaras, német, és lesodorják a kézről. Székely kezén a labda. Jöhet a kiállított játékos helyett Fogel, és megint kihagyott egy lehetőséget a BVSC. Hess. Most a kiállítás miatt a felúszás borzasztó sok időbe fog kerülni. Matajsz, be is mennek a center elé, 15 másodperc, Fogel, ilyenkor még nem szokás ellőni, most 10-en belőre, Szécsi, el is lőtték, ahogy az várható volt, és változatlanul marad az 5-4. Szécsi alapján, 2 perc a befejezésig, és megint senki sem figyel erre a szerencsétlen fiúra, Barjas. BVSC szabálytalanság, Ibolya. Tud-e még gólt lőni a Ferencváros, hogy megerősítse a vezetését? Tud-e még gólt lőni a BVSC, hogy faragjon a hátrányból? Kis. Lelassul a Ferencváros csapatjátéka, de még a hátralévő idő túl sok ahhoz, hogy ki lehessen bekkelni. 18 a támadó idő. Kis.
1:40 van a mérkőzésből. Hess. 7 másodperc alatt támadó idő letelte előtt. Gyönge lövés, elkapkodott lövés. Mindenki egy bokorban bent. Dala kapja most már a labdát. 17 a támadó ideje most a BVSC-nek. Dala. Német. Dala. 10-en belül. Gól! Dala egyenlít. Fogel nem ér oda, és Dala nagyon fontos gólt lő. Az egyedüli, aki duplázni tudott a BVSC játékosok közül. 5-5. Dala Tamás második gólja, az utolsó 2 vasutas gólt ő lőtte, de mekkora gólt. 1 perc 3 másodperc, és a rendkedvéért mondom a kedves nézőknek, döntetlen nem lehet a mérkőzés. Ha döntetlen, akkor hosszabbítás. Gerendás György cserél, nem is egyet, Ibolya megy le, Dabrowski megy le. Tehát 1 perccel a mérkőzés vége előtt, 5-5 az állás. És a Ferencvárosnak ugye 2 támadásnyi idő van, gólt kell lőnie, ha nyerni akar. Matajz. A Ferencváros már régen lőtt gólt. Kisnek az a bizonyos ejtéses gólja, ebben a negyedben csak a BVSC. 5-2-ről jött föl a vasutas. A Ferencváros tehát 1 negyed óta nem lőtt gólt, és ez most végletes és végzetes lehet a számukra. 12 másodperc támadó idő, már csak 11, mindenki be középre, hogy ne lehessen megjátszani a centert, lőjenek kintről, ha tudnak, mondja Gerendás György. Ott az Itzer, Fogel! És hát nehéz elhinni, hogy ott nem történt semmi, viszont Fogel előmarad, lefordul a BVSC, nyerhetik a mérkőzést, megúsznak tudnilik. Német teljesen tisztán, visszanéz, hogy hol van Fogel. Németet utolérték közben, és szabálytalanság a BVSC-nél. A Ferencvárosi a labda, onnan. Megúszik a Ferencváros, meccslabdája van Székelynek. Székely Bulcsú belőli! 11-el a vége előtt. Puff, azt a mindenit! Egy zittert kihagyott. Ezt most belövi. Megúszott, lefordult. És Székely Bulcsú 11-el a vége előtt gólt szerez. Fantasztikus teljesítmény, nincs hosszabbítás, ha csak, még van 11 másodperc. Na nézzük, Petik. Mindenki megindul a kapu felé, mint egy rakéta. Petik egyelőre a labdával. Ez már rövid, szabad dobás, 4 másodperc van még hátra. Nincs, aki elvégezze. Kiállítás közben, emberelőnybe kerül a BVSC, Német Zsolt, és felé durrantja. Még csak a kaput sem találja el. Emberelőnyös helyzete volt a BVSC-nek. Kóz Zoltán pedig diadalittasan dobja föl a labdát. A bajnoki döntő második mérkőzését nyeri nagy csatában a Ferencváros 6-5-re. Az összesített állás 1-1. És a következő felvonás, kedves nézők, hétfőn a Magyar 2-n ugyancsak televíziós közvetítéssel. Óriási mérkőzés volt, nagy csata. 1-1, tényleg minden lehet, nem csak itt ma, hanem minden lehet a többi, a folytatásban is, hiszen 11-4 után megjárta a poklok bugyrait a Ferencváros, föl tudott állni, nyerni tudott, és a Honvéd dominó már tudja, milyen az, amikor föltámad a Ferencváros. Tehát folytatás hétfőn 1-1 után tévéközvetítéssel. Remek csata volt, óriási mérkőzés. Én azt hiszem, jó, hogy láthattuk. Minden nehézség ellenére érdemes volt kijönni a Népligetben.